Múlt héten elkezdtem beszélni azzal kapcsolatban, hogy a Szent Szellemnek a munkája, működése, munkálkodása, ugye, hogy két területen jelentkezik a hívők életébe, főleg két területen jelentkezik, ugye ez a kettős munkája a Szent Szellemnek. Ez ugye azért van, mert a Szent Szellem bennünk is van, meg rajtunk is van. És az, hogy bennünk van a Szent Szellem, és az, hogy rajtunk van a Szent Szellem, ez két különböző működési területet határoz meg. És ezzel kapcsolatban jó az, hogyha látásunk lesz ezzel, hogy miért, tehát hogy mit okoz az, amikor a Szent Szellem bennünk van. Tehát, hogy mit okoz az, amikor rajtunk van, és rajtunk keresztül kiárad másokra. Ezt fogjuk megvizsgálni. Ugye múlt héten eljutottunk oda, hogy nagyon fontos ugye az ember számára a megtérés, mert ugye a megtéréssel igazából nem öncélú a Szent Szellemmel így betöltekezni, hanem egy utat határoz meg, és ugye az evangélium az az út, amiben Jézus Krisztus evangéliuma, Isten országának az evangéliuma az, ami kinyitotta számunkra ezt az ajtót, és nagyon jó Jézus Krisztusnak az evangéliuma, hogy ezen keresztül beengedett az Isten országába bennünket, tehát ez azt jelenti, hogy Isten királyi uralmába, ahol megtapasztalhatjuk azt, hogy milyen az, amikor Isten uralkodik. Tehát ezt jelenti. Ezért, amikor a Szent Szellem eljön az embernek az életébe, akkor nem vádlással és károsztatással jön, tehát nem alávisz a vádlásnak, károsztatásnak, hiszen ahol a Szent Szellem ott van, és a Szent Szellem Úr, ott szabadság van. Tehát az emberek megtapasztalják az Isten uralmát, ahol szabadság van ebben az uralomban. De azt kell látnunk, hogy nem áll meg a kereszt munkájánál az Istennek a munkája, Jézus Krisztusnak a munkája. Ez egy óriási dolog, az evangélium, a Jézus Krisztus keresztjének a botránya, vagy Jézus Krisztus keresztjének a munkája. Ez egy nagyon nagy dolog, és ezzel tudunk alapot vetni az életünkbe, hogy Jézus Krisztus fundamentum legyen az életünkben. De ezt úgy kell, ha megnézzük, és nagyon jó ez ki van hangsúlyozva, és főleg az evangélisták, ugye tehát hangoztatják, és az evangéliumnak a központi üzenetét, ugye főleg az evangélisták azok, akik ragaszkodnak ehhez. Tehát ez a belépőjegy. Tehát az Isten országába ez az ajtó, hogy kinyílik ez az ajtó, és be tudunk lépni rajta. De ugye ne felejtsétek el, hogy Jézus Krisztus, amikor elment erről a földről, akkor ő azt mondta, hogy küldök nektek egy másik vigasztalót. És igazából azt látjuk, hogyha a Szent Szellem, tehát a hívő életnek a központi szereplője maga a Szent Szellem, mert igazából, ha Jézus nem váltott meg volna bennünket, akkor a Szent Szellem soha nem tudott volna leszállni, vagy ilyen módon bennünk lenni. Tehát a Istennek az volt a célja igazából, tehát az, hogy megváltson bennünket, hogy maga az ő szelleme bennünk lakozást tudjon venni. Tehát Jézus Krisztusnak az engesztelő áldozata és az evangéliuma az azt okozta, hogy megoldotta Ádámnak és Évának a problémáját, a bűnnek a problémáját, és az ördögnek a munkájának a következményeit. Tehát ezt megoldotta Jézus Krisztusnak az engesztelő áldozata, de ezt azért oldotta meg, hogy utána maga Istennek a szelleme lakozást tudjon venni a testünkben, a személyiségünkben, az életünkben, a bensőnkben. És ez, ha innen nézzük, erről az oldaláról nézzük, akkor
Nem szabad megállnunk az evangéliumnál, tehát a hívő életben, ne érts félre. Tehát úgy meg kell állni, hogy ezt kell hirdetni, és ezzel tud sok-sok ember bekerülni, és nem hogy sok-sok ember. Jelenések könyve alapján azt mondja, hogy minden nemzetből, minden népből, mindenhonnan be tudnak jönni az Isten uralma alá az emberek. De ebben az uralomban, hogy hogy mozgunk, hogy ebben az uralomban milyen törvényszerűségek vannak, tehát a szellemnek a birodalmában, Isten szellemének, Isten országának a birodalmában, ehhez viszont az kell, hogy újjászülessünk, és a Szent Szellem belénk költözzön, ránk jöjjön, ránk szálljon, és ahogy ez megtörténik, akkor elkezdünk tudni, tehát magyarán elkezdünk élni ebben az országban, és ezért fontos átnézni a pünkösddel kapcsolatban, a pünkösdnek az üzenetében, hogy mi, tehát az, hogy a Szent Szellem bejött, és lakozást vett bennünk, képzeld el, benned is lakik a Szent Szellem. Tehát olyan, mint ahogy te a lakásodba laksz, úgy lakik a Szent Szellem benned. Ő neki, tehát a tulajdon, tehát a mi testünknek ez az ingatlan, ez a Szent Szellem nevén van. Ő lakik ott. Ő lakik, a Szent Szellem lakik a testedben, a testünkben. A Szent Szellem van bennünk. És azt mondja Jézus, hogy lakozást vesz bennünk a Szent Szellem. Tehát ez azt jelenti, hogy nem csak te laksz a testedben, hanem a Szent Szellem is ott lakik a testedben. És nézd meg például gonosz szellemek, hogyan gondolkoznak a testünkkel kapcsolatban. Ugye azt mondja Jézus a Máté 12-ben, hogy amikor kimennek a gonosz szellemek, akkor egy idő után, tehát víz nélkül való helyeken járnak, és egy idő után azt mondja, visszamegyek, hogy megnézzem, hogy mi van az én lakásommal. Hoppá, az én lakásommal, azt mondja. De hát mi az, hogy a lakásommal? Hát nem a démon, tehát Isten nem a démonoknak teremtette a testünket, hanem a testünknek van egy célja, van egy rendeltetés, erről beszél az 1 Korintus 6-ban Pál apostol, hogy van egy rendeltetése a testünknek, és az az, hogy Jézus Krisztust hordozzuk, és ez a test alkalmas legyen, tehát hogy a Jézus, az Úrnak van rendelve a testünk, ahogy a hasunk az ételeknek van rendelve, a gyomrunk, ahogy az ételeknek van rendelve, és a gyomrunknak a képességei úgy vannak megalkotva, és úgy alkotta meg Isten, hogy meg tudják emészteni az ételeket. Ugyanígy a testünk alkalmas arra, hogy hordozzuk Krisztust a testünkben. Hordozzuk a Szent Szellemet a testünkben. Ez csak azért akarom ezt elmondani, mert ugye, tehát nyáron ugye a test, tehát jobban a világban, sokkal jobban hangsúlyt tesznek az emberek a testnek a mutogatására, vagy a testtel való, ugye vissza is lehet élni a testtel, de nekünk tudnunk kell azt, nekünk hívőknek, újjászületett keresztényeknek, hogy a testünkben nem csak mi lakunk benne, és mi nem csak a testünk vagyunk, hanem mi többek vagyunk, mint a testünk, mert a mi testünk az a mi lakóhelyünk, tehát mi lakunk benne. A testünk nem mi vagyunk, hanem a részünk a testünk, és onnan is lehet tudni, hogy nem mi vagyunk, mert amikor az ember kiköltözik a testéből, akkor a teste az holt testé válik, és elkezd részekre, atomjaira bomlani szét, elemeire bomlani szét, és ahogy szétbomlik elemeire, nem mondhatjuk azt, hogy az a személy is szétbomlott elemeire, hiszen az tovább él. Tehát ez mit jelent? Az, hogy az a személy, aki az a test volt, vagy aki abban élt, vagy ő maga, tehát az nem a test volt igazából, és te se a tested vagy igazából. De a testedet fogadd el. Tehát ne utasítsd el magadat a tested miatt, mert nagyon jó. Tehát óriási Istennek a kezemunkája a testünk, és fog is, még most nem is hasonlít
arra az ábrázatra, arra a képre, ami lesz majd belőle a feltámadáskor, majd akkor nagy meglepetésben lesz részünk, és nagyon meg fogunk lepődni, mert ez olyan különbség van, mint mondjuk egy paradicsom mag, és maga egy paradicsom növény között, amelyik már mondjuk virágzik, levelet hajtott és gyümölcsöt termett. Na, ilyen különbség van a mag, és vagy egy alma mag, és maga egy olyan alma fa, amelyik, értitek, tehát már megnőtt, kihajtott, levele van, gyümölcse van, és így látod. Na, ilyen különbség van a mostani testünk között, meg a feltámadott testünk között. És az olyan képességekkel fog rendelkezni, amiről most még csak álmodunk. Repülni fog majd tudni, képzeld el. Mennyi régi vágyunk, nem? Gondold el, hát ilyen hollywoodi filmeket csinálnak, tudod, hogy Superman repül a levegőbe. Hát mi leszünk az igazi szupermenek, amikor a testünk így megváltozik egy szempillantás alatt, és úst, repülni fog. És talán ezt a képességét nem fog elveszteni sohasem. Tehát nagyon nagy dolgok előtt állunk, az egyház, a hívő, nagyon nagy dolgok előtt áll, tehát Isten következő üdvrendi történése előtt vagyunk, tehát egy korszak zárás és egy új korszaknak a nyitása előtt vagyunk, és egy nagyon nagy lehetőségek tárházába vagyunk benne, és ezért fontos, hogy ne adjuk fel ilyenkor, tehát a látásunk legyen, ne veszítsük el a látásunkat, amit Isten belénk helyezett, és nézzük meg Szent Szellemmel kapcsolatban János 20-21, János 20 és a 21. verszaktól a 23. verszakig. Azt mondja itt, és most ezt fogjuk tanulmányozni, hogy a Szent Szellem bennünk. Tehát ezt fogjuk tanulmányozni. A Szent Szellem benned van. Benned van a Szent Szellem. Mondjad, bennem van a Szent Szellem. És most úgy mondjad, hogy megszólítod a Szent Szellemet, és mondasz, Szent Szellem, te bennem vagy. És ezt kell tudatosítanunk, tehát a minden napokban, este, amikor lefekszel, akkor megmondod a Szent Szellemet, Szent Szellem, jó volt bennem lenni ma? Ugye nem csináltam semmi olyat, amivel kiakasztottalak. Vagy ha csináltam, akkor bocsásd meg, és kezdjünk egy új lapot nyissunk. Mert ő ott van, értek? Tehát amikor felindulsz, akkor ott van és néz, hogy neked mit kell idegeskedned most? Hangosabban megszólalsz, és akkor ott van, és mondja, na miért kell hangoskodni? Tudod, a Szent Szellem nem szereti a lármát. Amikor lármázás van, nem szereti. Hát így a Szent, miért nézd meg a Szellemnek a gyümölcseit? Ő szereti a szeretetet, amikor egy ilyen szeretet atmoszféra van az otthonban, a családban, szülők között, tehát a házastársak között, gyerekek között, gyerek és szülők között, testvéri kapcsolatokban, gyülekezetben. Tehát neki ez a Szellemnek, amikor azt olvassuk, hogy a Szellem gyümölcsei, akkor igazából ez is egy nagyon fontos dolog, hogy ebbe is egy látásunk legyen, hogy nem neked kell kierőltetni ezeket a gyümölcsöket, hanem mi be vagyunk oltva a szelíd olajfába, és igazából egyetlen egy ág, tehát te soha nem, tehát abból a szempontból, amikor ágat, tehát gyümölcsöt terem egy fa, akkor nem fogod azt mondani, hogy nekem csak ez az egy ág kell belőle a fából, hanem az egész fa kell neked, nem? De az az ág, az csak azért hozott gyümölcsöt, mert benne van a törzsbe, a fában, a fának a gyökeréből részesedik, és a gyökérből jön föl az az élet, ami utána az ágon keresztül a gyümölcsök megjelennek, a levelek és a gyümölcsök megjelennek. Tehát éppen ezért,
ha mi be vagyunk oltva, és rajtunk keresztül a szellemnek az élete automatikusan tud gyümölcsöt hozni. És nekünk ezért arra kell figyelnünk, hogy a testnek a cselekedeteit vagdossuk le magunkról. Ugye, amit Pál is mond, hogy nyírbáljuk le ugye a Kolossé levélbe a testnek a paráznasságot öldököljük meg, a testnek a cselekedeteit öldököljük meg, és nyessük le magunkról. És mi történik? Automatikusan nem azt mondja, hogy a szellem gyümölcseit vág le, hogy jól tudjál gyümölcsözni, hanem ha ezeket az tehát ezeket a hajtásokat vágod le, annál nagyobb élete lesz a gyümölcsnek, a szellemnek az élete át tud rajtunk keresztül jönni, és automatikusan tudunk gyümölcsöt teremni. Jön az öröm például a Szent Szellem szeret olyan atmoszférába lenni, ahol öröm van. Ugye Isten országa az nem evés, nem ivás, hanem békesség, tehát Isten tehát az a megigazoltság, a békesség és az öröm a Szent Szellembe. Tehát ő egy olyan, tehát biztos, hogyha ő benned van, már pedig benned van, akkor egy ilyen vígkedélyűséget akar létrehozni benned. Tehát egy ilyen vidámságot akar. És nézd, amikor meg depressziós vagy, akkor nézd, hogy miért vagy depressziós? Tehát az Isten uralma alatt öröm van. Örökös öröm van te nálad. Ugye? Ezt olvasok. De azt mondod, de hát annyi problémám van, nem tudok örülni. Az érzelmeimre rátapadt, a problémák rátapadtak az érzelmeimre, és emiatt nem tudok örülni. De ki mondta neked, hogy azért kerül, tehát hogy csak akkor örülhetsz, ha nincs problémád. Ez sehol nincs benne a Bibliában. Tehát nekünk mindig örülnünk, tehát az az alap, ez a vígkedélyűség. Hát nevest ki akkor az ördögöt. Vannak problémáid? Neves. Hát ez a legjobb. Ki neveted? Így lehet, tehát így lehet, hogy mondjam, tehát az öröm soha nem ahhoz kötött, amit mi tapasztalunk. Az öröm ahhoz kötött, hogy Jézus Krisztus mit szerezett meg a mi számunkra. Ehhez kötött az öröm. Nem ahhoz, hogy mi mit tapasztalunk az életedben. És mondok neked valamit. Van okod az örömre. Hát örömhírről beszélünk. Evangéliumról beszélünk. Olyan dolgokat tett Jézus, ami kiváltja az örömöt belőlünk. Kiváltja az, hogy vidámság legyen az életünkben. És ez nagyon fontos, hogy az otthonunkban is ez a vígkedélyűség legyen, a szeretet légköre. És akkor most így végigmondhatnám az összes gyümölcsöt, tehát mint így értve, de tehát látod, hogy ez rajtunk keresztül hagynunk kell, hogy ez megnyilvánuljon, és kibontakozzon az életünkön keresztül. De nézd meg, hogy itt mit mond a Jézus Krisztus. Azt mondja, ismét mondd azért nekik Jézus, békesség nektek. Ugye itt akkor van, amikor már föltámadt Jézus a halálból, még nem dicsőítetett meg az atyánál, tehát ez a pünkösd időszaka, és a feltámadás között vagyunk most. És egyszer csak bement Jézus, gondold el, csak úgy, egyszer csak bemegy. Át a falon. Át a falakon, mert van még. Tehát át kell menni a falon. Jézus át. És kézd el, Jézus átmegy a falon. Sőt, képzeld el, ő átment a tömegek között, amikor meg akarták ott kövezni. Fogta magát, és átment közöttük. Láthatatlanná vált, és ment át közöttük. Képzeljétek el. Sok mindent csinált Jézus, vízen gyalogolt. Tehát tehát így konkrétan nem tudnál átmenni ilyen módon emberek között, akik köveket ragadtak, hogy megkövezzék.
Erre mit csinál Jézus? Hitből kilépett és átgyalogolt közöttük. Azok megnézték, hogy hova tűnt, hogy átmegy közöttünk Jézus. Hát ahogy a falakon átment, ugyanúgy átment Jézus. És a te életedbe is átvezet téged is a falakon. Lehet, hogy vannak falak az életedbe, de ne a falakat, ne a falat nézed, az nem ad gyönyörűséget az embernek. Az nem ad örömöt az embernek. Ugye azt mondtam nektek, hogy amikor még Budakeszin voltunk házi csoporton, akkor ott volt egy kutya, egy ilyen keverék, már nem tudom milyen volt, és neki az volt a szórakozása, hogy a fehér falat bámulta órákon keresztül. Leült, azzal nyugtatta magát. Leült a fal elé, és nézte. Órákon keresztül. Tehát mi ne ilyen emberek legyünk, hogy leülünk, és nézzük a falat. Hanem menjünk át a falon. Tudd meg, a falak azért van. Dávid is mit mondott a Zsoltárokba? Az Úr velem, magas kőfalakon megyek át. Nincs olyan kőfal, ami ne tudnál átnőni. Isten jelenléte bennünk. Felemel Isten jelenléte is. Átvisz a magas falakon bennünket. És csak azt fogod nézni, jé, az ördög építi, vagy emberek építik a falat. És milyen nagy. De Isten mindig olyan kenetet ad rád, hogy te mindig túlnövöd azt a falat. És mindig rád fog tudni sütni a nap. Tehát ilyen módon, tehát ugye Jézus bement közé, és mondja, hogy békesség nektek. Amiként engem küldött az Atya, én is aképpen küldelek titeket. És mikor ezt mondta, rájuk lehelt, és mondta nekik, vegyetek Szent Szellemet, akinek bűneit megbocsájtjátok, megbocsájtatnak azoknak. Akikét megtartjátok, megtartatnak. Tehát mi történt itt? Itt a föltámadott Jézus lehelt rájuk. Tehát ez nem a pünkösd. Tehát innen is látszik, hogy a Szent Szellemnek legalább két, tehát nem azt mondom, hogy két betöltekezés, de két munkáját látjuk, mert a pünkösd az egy másik alkalom volt. Itt az történt, hogy megjelent Jézus, rájuk lehet, milyen jó lenne, nem? Tehát ide közénk, tehát átvenné Jézus a szolgálatot, mert addig megbízott, tehát vezetők vagyunk itt, tehát hogy prédikáljunk. És egyszer csak megjelenik Jézus, és azt mondaná nekünk, vegyetek Szent Szellemet. És így mondaná, hogy gondold el, kiáradna a Szent Szellem. Meg persze úgy vagyunk, hogy vesszük. Vesszük, hogy betöltekezzünk. Tehát vesszük, és bejön, hogy lakozzon mi bennünk a Szent Szellem. De ez még nem az, amire Jézus azt mondta, mert ugye még mielőtt ebben a 40 napban ugye tanította Jézus őket, vagyis 50 napban tanította őket Jézus. És ha azt nézzük, hogy mielőtt elment volna, azt mondta, hogy várjátok be az Atya ígéretét, akit el fog küldeni, az a Szent Szellemnek egy másik munkájára vonatkozik, és majd arról is fogunk beszélni, csak nem most, de itt abból a szempontból, hogy vettük a Szent Szellemet. Tehát ez az újjászületésről van szó, amikor Isten odaadta nekünk a bűneinknek a bocsánatát, és újjászülethetünk. És azt mondja, az 1 János 2, ja igen, arról beszéltem múltkor, az 1 János 2-ről, ugye, hogy bennetek van az a kenet. És utána a János 14:17-ben, figyeljétek meg ezt, az igazságnak ama szellemét, tehát a János 14, akkor 16-tól olvasom, és én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek. Tehát ő is egy vigasztaló. Kérem az Atyát,
és más vigasztalót ad nektek. Tehát mit mond? Hogy ő is vigasztaló, tehát Jézus is vigasztaló, és ugye itt a más, az görög szövegben, az ugyanaz, tehát azt jelenti, hogy ugyanolyan, csak másmilyen. Tehát de ugyanolyan, tehát a fajtája ugyanaz, de más karakter. Tehát így értve. Tehát, hogy ugyanolyan valaki jön, mint én, csak más a karaktere, mint nekem. És ez egyébként óriási, egyébként Isten embereibe, vagy Isten szolgáiban ezt észrevenni, hogy mindenki más személyiség, más karakter, de az a valaki az ugyanaz rajtuk és bennük. És ez nagyon, ez fantasztikus észrevenni, hogy milyen sokszínű Istennek tehát Krisztus testében milyen sokszínűség van, de mégis azt a szemét mindenkiben fel tudott fedezni a sok más milyen mögött azt az egy valakit, aki mindenkiben ugyanaz. Ez óriási dolog. És azt mondja, hogy más valakit fog adni. Itt erről beszél Jézus, hogy akkor most itt be fog állni a tanítványok között, és ő között egy olyan a kapcsolatukban egy váltás, és egy másik személy fog jönni. Ő már nem lesz ott velük. Egy váltás jön be ebbe, és felkészítette a tanítványokat, hogy emberek, én nem leszek mindig veletek, és jobb nektek, hogy én nem vagyok veletek, mert eljön hozzátok a vigasztaló, aki más lesz, mint én, de ugyanolyan vigasztaló lesz, tehát erre fog ráépítkezni, erre a munkára fog ráépítkezni, amit én csináltam, vagy hozok létre. Az én beszédeimet fogja mondani nektek, sőt, tovább is fog ezen haladni, és amiket hall majd a mennyben, amikor meg leszek dicsőülve, majd azokat is el fogja nektek mondani. És ez a Szent Szellem. És nézd meg, hogy a tanítványok, tehát egyedül az apostolok és a tanítványok voltak olyanok, akik egyszerre az életükbe találkoztak úgy Jézussal, hogy Jézussal jártak, mint személlyel Jézus, tehát érted, mint az ember Jézus Krisztussal jártak személyesen, és ők megtapasztalták azt is, amikor eljött a Szent Szellem hozzájuk, mi ezt nem tudjuk, ahogy ők, hanem hozzánk a Szent Szellem jött el egyből, de ők azt is megtapasztalták, hogy milyen volt Jézus Krisztussal járni. És ez azt jelenti, hogy tehát ők összetudják ezt hasonlítani, hogy miben volt különbség. Tehát mi ezt nem tudjuk összehasonlítani, de ők összetudják ezt hasonlítani. És ugye Jézus azt mondta, hogy jobb lesz nektek, hogy én elmegyek, mert különben nem jön el a vigasztaló hozzátok. Tehát ez azt jelenti, hogy nekünk sokkal jobb, mint ami volt a tanítványoknak, amikor Jézus közöttük járt. Hát hogy lehet, Jézus? Hogy mondhatsz ilyet? Hogy jobb lesz nekem? Hát ne, én úgy gondolnám, hogy akkor lenne jó, hogyha te itt lennél fizikailag, itt látnálak téged, követnélek téged, mehetnék utánad úgy, mint az apostolok, akiket elhívtál, és látnám, hogy te miket csinálsz, hogy csinálod. Erre azt mondja Jézus, hogy nem, nektek az a jó, hogyha én elmegyek. Nekem az lesz a jó, hogy elmegy Jézus. És tudod, hogy miért? Azért, mert Jézus, ahogy mondja, hogy jobb, hogyha egy elhal egy mag, mert abból sok gyümölcs tud lenni. És mi így vagyunk a Földön, hogy ahogy Jézus Krisztus volt, ugyanolyan ember volt Jézus, mint te vagy én. Ugyanolyan ember. Ő az istenségét nem használta. Ő Isten is volt, de az istenségétből kiüresedett, amiről beszéltem nektek a múlt héten. Teljesen kiüresedett. Ő üres edényként, tehát nem volt benne bűn, de megkísértettet mindenben, ahogy mi is, és nem volt benne bűn. És ugyanaz a Szent Szellem, ő azt mondja, hogy,
Most gondold el, hogy amikor Jézusra rászállt a Szent Szellem, és tette a jeleket, csodákat, támasztotta a halottakat föl, betegeket gyógyított, démonokat tűzött. És gondold el, a Szent Szellem ott volt rajta Jézusban, és mondta Jézusnak, Jézus, oké, hogy te ezt csinálod, de én szeretném még több emberen keresztül ezt csinálni. És akkor elment Jézus, és imádkozott, csak azt lejött a hegyről, és azt mondja, 12 tanítványt, ha már, akkor átadom azt a szellemet, azt a hatalmat, átadom neki. Aztán még ugye 70 tanítvány küldött ki, akik ugyanazokat a dolgokat tették, mert jegyezd meg, hogy a megváltáson kívül, tehát a megváltáson kívül, mert egyedül Jézus az, aki megváltó, de a megváltáson kívül mi is ugyanazokat a dolgokat tesszük, tehetjük ugyanazokat a dolgokat. Te is ugyanazokat a dolgokat teheted, mint Jézus Krisztus a megváltáson kívül. És neki miben volt az ő titka igazából? Az, hogy ő nem a maga akaratát cselekedte, hanem látta az atyát cselekedni. És így vagyunk mi is, tehát így vagyunk mi is, akkor fog sikerülni, hogyha nem a magunk akaratát és elképzelését próbáljuk rányomni Istenre, hogy Isten azt csinálja, hogy mi gondoljuk, meg mi akarjuk, meg a mi vágyunk, mert ez volt a titka Jézus sikerének, hogy átvett atyától, hogy atyám, te akarsz, hogyan akarod ezt? És amikor ezt meglátta, tehát hogy mindig azt, tehát az apostolok cselekedeteiben, hogy olvassuk azt, hogy újra betöltekeztek a tanítványok Szent Szellemmel. Nem azt mondták, hogy elég volt, eljött a Szent Szellem, vettük, amikor Jézus ránk lehelt, akkor eljött ránk a Szent Szellem. Hú, de jó, hát most miért kellene pünköskor még egyszer betöltekezni? És utána még egyszer betöltekezni, és többször betöltekezni. Tehát ez a keresztény életünknek a része. Nem szabad elidegenedni a Szent Szellemmel való betöltekezéstől. Alig várja, hogy betöltsön. Alig várja, hogy berájöjjön az életünkre. Ez nem szabad, hogy elidegenedve legyünk ettől. De mondom, az se szabad, hogy ugye ezt öncélúra arra használjuk egyébként, amikor azt mondjuk, hogy áld meg Isten klubot játszik valaki. Ugye, hogy mindig betöltekezik, hogy a Szent Szellem azért jön, hogy ezt tovább ad. Akkor nem lesz öncélú a betöltekezés. Tehát nem az én érzéseim miatt jön a Szent Szellem, hanem használni akar. Csatorna. Azt akarja, hogy csatorna legyek, akin keresztül ő ki tud áradni. Tudod, hogy hány embernek a dolgait Isten szelleme meg akarja oldani? És ehhez keres edényeket, hogy rajtad keresztül, rajtam keresztül rááradjon azokra az emberekre, azokra a helyzetekre rámenjen a kenet. Ő azért akar betölteni. Ezt mondta Ábrámnak is, megáldalak téged, és áldás leszel mások számára. Ugyanígy van a Szent Szellemmel kapcsolatban is. Megáld bennünket, betöltekezünk vele, és utána ezt, az, amivel betöltekeztünk, erre mondta az Péter apostol, ugye, hogy aranyom, ezüstöm nincs nekem, de amim van. Hát milyen volt neki a Szent Szellemnek a kenete? És ebbe lehet növekedni a Szent Szellem kenetébe. Lehet előre menni ebbe. És gondold el, hogy hát ezért fontos betöltekezni Szent Szellemmel. Nem szabad kihagyni ilyen. Tehát, de ez a betöltekezés, ez nem úgy van, hogy na majd, ha én itt azt mondom a pulpitustról, hogy tölts be Szent Szellem, majd akkor tölt be. Nem, ez egy vágynak kell belül lenni. Hogy Szent Szellem, én úgy érzem, hogy lemerült a tankom. Tudod, hogyha autót használsz, és jársz autóval, akkor fogadjunk, hogy előbb-utóbb bemész egy benzinkúthoz. Vagy betolod a kocsit,
egy benzinkútba, ha nem veszed figyelembe ezt a törvényszerűséget. Tehát ugyanígy van, tehát a gyülekezet is, vagy hogy mondjam, tehát a hívő életben, hogy amikor érzed azt, hogy tehát, mert miért, gondold el, hogy ha mindig a Szent Szellemnek a jelenléte és a betöltekezés állapota mindig ugyanakkora lenne, akkor nem olvasnád azt, hogy teljesedjetek be Szent Szellemmel. Nem olvasnád azt, hogy a tanítványok, az apostolok újra és újra az apostolok cselekedeteiben betöltekeztek Szent Szellemmel. Miért töltekeztek be újra és újra? Miért kellett újra beteljesedni? Ugye eredeti görögben ilyen is van, hogy tele töltve lenni. Tehát valahogy eltűnt a tele töltöttség, lement. Tehát az üzemanyag szint, vagy a Szent Szellem szintje, ahogy mozgunk a világban, lement. Ezért újra vesszük, és emberek, a kereszténységnek az az alapja, hogy tele vagyunk, ott kezdődik a kereszténység, hogy folyamatosan telve Szent Szellemmel. És amikor észrevesszük, hogy lement a szint, akkor megyek a benzinkúthoz, és nem várom meg, amíg teljesen lemegy az egész. Nem várom meg, amíg az üzemanyag jelző lámpa jelez, hogy húha, vigyázz, mert csak 100 kilométer tudsz még csak menni ezzel. Mert sok keresztény ezt nem is veszi észre. Pedig jelez a lámpa, hogy ember nem tud sokáig még így menni. Ez már nagyon a végén vagy. És nem veszi ezt észre, és azt gondolja, hogy hát nincs szükség betöltekezésre. Dehogy nem. Szükség van. Hát benned van a Szent Szellem. Figyelj a szellemedre, és meg fogod tapasztalni, hogy valami nem stimmel. Mindig lehet érzékelni. Ez nem az. Ez nem az, ahogy betöltekeztem. Ez nem az az állapot, ahogyan elkezdtem. Nem azt mondja Efézus levélben Pál apostol, hogy amiképpen vettétek az Urat, úgy járjatok benne, úgy maradjatok benne. Nem adhatod lejjebb. Nem lehetsz az az ember, mint amikor megtértem, és akkor jártam egy gyülekezetbe, tehát nem a híd gyülekezetében, de jártam egy gyülekezetbe, és mondtam, nem baj, te is úgyis le fog majd benned menni ez a lelkesedés. Miért van ez? Miért kéne, hogy ez törvényszerű legyen? Miért? Most miért nem lelkesedsz úgy az Úrért, ahogy amikor megtértünk, akkor lelkesedtünk? Miért nem? Hát ugyanaz a Szent Szellem. Mi változott? Mi változott? Az, hogy nem vettük észre, hogy lement az üzemanyag szint. És nem foglalkoztunk vele, hogy fel kell tankolni. Tele kell lenni. Tele. Még ha csak egy kicsit is lemegy, akkor is vissza kell állni, és lehet, hogy este lefekszel, alud, és megmondod a Szent Szellemnek, hogy Szent Szellem, ma lement egy kicsit. A szint. Gyere, Szent Szellem, töltsd tele. Hát ott kezdődik a keresztény élet, hogy telve van az ember Szent Szellemmel. A többi, amikor nincs tele az ember Szent Szellemmel, az nem a hiteles kereszténység. Az nem a hiteles kereszténység. Tele kell lenni Szent Szellemmel, folyamatosan. És akkor látjuk, lehetünk benne konfliktusokba, lehetünk benne egy csomó dologba, munkába, fáradtságban, ilyen. Le tud menni ez. De ő tölti újra. Mondom, de te össze vagy kötve a mennyel. Van a mennyei üzemanyag tartályból egy cső kivezetve a szellemedbe. És a vágyunk, a hozzáállásunk indítja be az éhség és a szomjúság. És ezt tudja az ördög is. Hogy az éhség és a szomjúság indítja be, tudod, amikor megnyomod.
hogy hívják azt, amikor tudod, a fogónál így megnyomod, és utána bekattintod, hogy folyamatosan jöjjön a üzemanyag. Hogy a pöcök. Tehát, hogy... Figyelj, tudod, miért van az a pöcök ott? Mert azt kattan ki, ha tele van a tank. Ez azt jelenti, és én azt kívánom neked, hogy mindig így tankoljál, hogy mindig annyi pénzed legyen, hogy tele tud, hogy a pöcök kattanjon. Mert az egy jó érzés megtapasztalni. És nem úgy beállni a benzinkúthoz, hogy csak 2000 forintért. Na, akkor nem kattan a pöcök. Az éhség és a szomjúság bennünk azt jelenti, hogy tele lenni, nem csak 2000 forintig, abban benne van nem tudom hány liter, puf, nem tudod, hogy bekattan az a pöcök, vagy kikattan. Tehát mit csinál a Szent Szellem? Folyamatosan, addig, hogy tele legyél, sőt a Szent Szellem, képzeld, nem is kattan ki, mert ő azt akarja, hogy rajtad, amikor már tele vagy, akkor már rajtad keresztül áradjon. És ez az, amikor tudod, talál, amikor már tele vagy Szent Szellemmel, és képzeld, ő nem azt mondja, hogy ja, akkor vége, akkor kész. Ennyi volt tele lenni. Nem, ő nyomja még rá. Azért, hogy még rajtad keresztül áradjon. És akkor rajtad keresztül árad, akkor van az, amikor megkérdezik az emberek, hogy figyelj már, mondd már meg, hogy ki vagy te valójában? Te olyan más vagy, mint általában az emberek. Na emberek, itt kezdődik a kereszténység. Amikor nem tudnak összemosni minket más világi emberekkel, hanem ott kezdődik, hogy mondnál meg, te valahogy más vagy. Mi ez a más? Na ez a kenet, ez a Szent Szellem, aki rajtam keresztül megnyilvánul. És úgy, hogy te ezt nem is nagyon akarod. Tehát így válsz Jézus Krisztus reklámtáblájává. Hogy rajtad keresztül, tehát annyira kiömlik, tehát erre nem is figyelsz oda, csak egyszerűen az emberek úgy vannak vele, hogy találkoznak veled, és hú, feltöltöttem. Hát miért töltödött fel, mert rajtad keresztül meg áradt rá. És ezért kell erre, tehát ez a keresztényeknek a része. És hol van az, hogy tehát tele lenni, tehát én még csak arról beszélek, tele lenni, nem az, hogy még áradjon, tele lenni. És gondolom, hogy az embernek nincs is erre éhsége, szomjúsága, igénye. Hát hol élünk, emberek? Hát hol élünk? Itt a földön, amelyik gonoszságban vesztegel. Ezen a földön luxus. Luxus, Szent Szellem betöltekezése nélkül élni. Nem úgy luxus, kárt fog szenvedni az ember. Újra vissza kell térni ahhoz, hogy telve lenni Szent Szellemmel. Odafigyelni arra, tele lenni, hogy nem érzem jól magam, ha nem vagyok tele Szent Szellemmel. Szomjazni, hogy szomjas vagy. Hogy nem azt mondod, hogy hát megnézek a tévében egy filmet, és úgy megelégít. Vagy nem az, hogy hát én úgyis annyira fáradt vagyok, most nem is gondolok a Szent Szellemre. Hát ő ott van az életedben. Közelebb van hozzád, mint a férjed vagy a feleséged. Mint a gyerekeid. Ő ott van benned. És figyeli, hogy vagy nézi, nem is az, hogy figyeli, hanem várja. Szólj, légyszi. Szólj hozzám. Már megint elment úgy egy nap, nem szólt hozzám. Pedig ha azt mondaná, hogy
hiányzol, Szent Szellem. Akkor rögtön jelentkezzék, hogy itt vagyok. Hogy átáradjak rajta keresztül. Tele töltsem az életét. Ezt akarja az Úr. Oda fogtok figyelni? Ezek Jézus megjelent, az volt az első a feltámadás után. Vegyetek Szent Szellemet. Ez volt feltámadása után. Vegyetek Szent Szellemet. Vegyetek Szent Szellemet. De azt mondod, de hát rájuk lehelt. Kérdezek tőled valamit. Miközben beszél az ember, kifele lehel levegőt? Szerinted Jézus nem beszél, nem jár közben a mennyben? Akkor az azt jelenti, hogy most is a lehellete fúj ránk. És újra, hogy visszataláljunk ahhoz. Ez nem ilyen misztikus valami. Tehát, hogy így magamban nézek, hogy most tele vagyok-e Szent Szellemmel, vagy nem. Jön. Ennyi. Jön. Ez nem erőltetés kérdése. Meg nem az, hogy most az ember hanyat esik, vagy nem. Jön. Ennyi. Jön. Jön. És ha ennél lejjebb adjuk, az nem az a kereszténység, amit Jézus Krisztus élt. Nem az a kereszténység, amit ő hozott létre. Hanem az az igazi kereszténység, amikor tele van az ember Szent Szellemmel. Ez volt, nézd meg a feltámadása után, mennyire figyelt erre végig az apostoloknak az életébe, hogy tele legyenek Szent Szellemmel. Tehát azt mondja, hogy... Igen, 14-16. Tehát kérem az atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. Velünk van a Szent Szellem mindörökké. Erre kérte az atyát Jézus. És Jézus azt mondta, hogy amikor feltámasztotta Lázárt, hogy én tudom, hogy meghallgatsz engem. Meghallgatta? Amikor kérte az atyát, meghallgatta, hogy ez a másik vigasztaló velünk maradjon örökké? Ezzel hozzád kötötte magát a Szent Szellem. Ez a, így, ilyen tudatosságod legyen, hogy a Szent Szellem hozzám van kötve. És ez tehát, hogy mondjam, tehát ahogy a gyűrűt is ugye hordunk, ugye, hogy hozzánk van kötve a szövetséges társunk. És ez a gyűrű a jelképe. És vannak vallások, ahol ilyen jelképeket is, most nem azt mondom, hogy mi is ezt tehát csináljuk, de ugye a szikeknél van olyan, hogy bilincset tesznek a kezükre, úgy, tehát úgy járnak, mert ezzel vannak, tehát ez egy jelkép az életükbe, tehát hogy állandóan az legyen a tudatukba, hogy itt van Isten, hozzá vagyok kötve Istenhez. Így kell nekünk a gondolkozásunkba lennünk, hogy velünk van a Szent Szellem mindörökre. Nem hagy el bennünket soha a Szent Szellem. Bennünk van, velünk van, velünk marad. De nem csinálhatsz olyan dolgokat, mert megszomorodik a Szent Szellem. Így tudunk a tudatunkba, Isten tudatúságban lenni. Tehát, hogy nem mi vagyunk az Isten, ami velünk van, bennünk van az Isten. És lehet, hogy egyedül vagyok egy szobába, vagy lehet, hogy a munkahelyen, vagy senki nem lát, de ott van az Isten velem. Ott van a Szent Szellem bennem. És ebben a tudatban élem az életemet, adok neki, hogy mondjam, tehát ki tud rajtam keresztül, meg tud nyilvánulni. Érted? Mert szellem tudatú az ember, és meg tud nyilvánulni rajta keresztül. De én úgy vagyok vele, hogy eszembe nem jut a Szent Szellem. Élem az életemet,
Megyek majd egy hét múlva Isten tiszteletre, majd akkor eszembe jut. De hát nincs itt Jézus a földön. Az Atya sincs itt a földön. Gondold el, nincs az Atya itt a földön. Soha nem is volt. Jézus volt már itt a földön. De visszament a mennybe. De gondold el, aki most itt van, az Istennek a szelleme. Élő személy. Egy lényegű az Atyával és a Fiúval. Ugyanolyan Isten. Isten az Istenből. De Isten. És itt van veled. És elhanyagolod. Hát lehet hozzá szólni. Hát ő személy. Vannak személyiség egyei. A Biblia ezt egyértelműen leírja. Beszél, gondolkozik, van akarata, vannak szándékai, tervei. Tehát most nem alapozó bibliaiskolán vagyunk, hogy ezeket most így külön elmondjam, de ez benne van. És ott van benned. Ez a személy. Hoppá! Ismer téged, tud rólad. Amikor beszélgetsz, tudja, ismer, tudja, hogy ki vagy. És mi szólhatunk hozzá. És mondhatjuk neki. De azt mondta, nincs ilyen a Bibliában, hogy szólnék a Szent Szellemhez. Hát akkor olvasd el Ezékiel könyvét, mert ő neki külön Isten mondta, hogy szólj a szellemnek. Hát ha Isten ezt mondta egy prófétának, hogy szóljon a szellemhez, akkor én is szólhatok, mert azért van benne a Bibliában ilyen események, mert azokat lehet, tehát igei szólni a szellemhez. Mit van? Fúj, Szent Szellem! A négy, mi nem úgy, hogy fúj, hanem hogy fújjon, mint a szél. Láttál olyan szelet, amelyik nem mozog? Na, azt hívják állott levegőnek. De az viszont büdös. Tehát a Szent Szellemnek van egy frissessége. De hát azt mondom, de hát már 2 évvel ezelőtt betöltekeztem. Dehogyis 10 évvel ezelőtt, amikor vettem a Szent Szellemet. Amikor nyelveken elkezdtem szólni. De az mikor volt? Mondd el, azóta áll a levegő. A Szent Szellem azóta fújt egy csomó mindent. Mozgott egy csomó helyen. Van egy frissessége. És azt akarja, hogy most ebben a frissességben legyél benne. Hogy átfújjon, keresztül fújjon. Kiszellőztessen a Szent Szellem. Jézus ezt akarja. Tudjátok, sokszor az ember nem veszi észre, amikor állott levegőben él, hogy abban az állott levegőben kívülről kell valakinek jönnie, és akkor látja, hogy hú, szellőztes! Mert meg lehet szokni. Tudod, ez a legnagyobb probléma nekünk embereknek, ez a legnagyobb probléma, hogy hozzá tudunk szokni a rosszhoz. Ez a legrosszabb. De mindig, hogyha benne vagyunk a Szent Szellem új, tehát frissességébe fújásából, akkor átfújja ezt a levegőt, és jön az új, friss levegő, ahol már jobb élni, nem fáj a fejed. Meg mi szokott lenni, nem? Tehát, amikor állott a levegő, fáj az embernek a feje, nem tudja, mi a baja, nem tud úgy, tehát lélegezni se tud úgy. Tehát nem érzi magát olyan, tehát azt a szabadságot nem érzi. És miért kiszellőzik a lakás? Nem vettétek észre, hogy sokszor kiszellőzik a lakás, és olyan sokkal jobb a hangulata az embernek, a közérzete az embernek. Na, így van a Szent Szellemmel is. Ezért ajánlom nektek azt, hogy töltekezzünk be újra Szent Szellemmel. Hogyan lehet betöltekezni? Nagyon egyszerű. A lényege, ugye, mert
tehát a rendelkezésünkre állítja Isten. Tehát, vagyis, hogy mondjam, tehát biztosítja számunkra, nem is rendelkezésünkre, hanem biztosítja számunkra, hogy be legyünk töltekezve Szent Szellemmel. Tudod, hogy mi indítja el azt? Hát a benzinkúton is. Beállsz a benzinkútra, ott van az üzemanyag. De mi kell ahhoz, hogy az üzemanyag tartályból az üzemanyag a te tartályodba kerüljön? Mi kell ahhoz? A pöcök. Tehát a pisztoly. Egyre jobb. Tudod, megnyitod a csapot, ugye a pisztolyt megnyomod. Az üzemanyag tartály pisztolyát. De figyelj, tudod, ez a szellembe ez hogy megy? Az éhség és a szomjúság indítja el. Senki nem fog, tehát ha nincs szomjúság, nincs éhség, akkor ott van az üzemanyagba, tartályba, ott van az üzemanyag, és nem mozog. Tehát nem indul el egy mozgás, hogy onnan átjöjjön az én tankomba. De amikor éhezik az ember, szomjazik az ember, hogy nekem nagyon kell lesz Szent Szellem. De tényleg, tehát, mert ugye ráadásul ő intelligens üzemanyag. Azt mondja, ha nem éhezett, nem megyek. És érted, ezért nem tudunk kamuzni neki. Ha csak azért, mert most a Georgis azt mondta, hogy éhezlek Szent Szellem, és mondjam ezt, hogy éhez, ettől nem fog jönni. Mert ő a szívünket ismeri. És tudja, hogy igazából a szívnek a mélységéből, a lényeg, a személyiségnek a lényegéből, és azt mondom, hogy Uram, nekem ez a világ nem tudja megadni azt, amit te adsz meg. Nekem emberek nem tudják megadni azt, amit te adsz meg. Nekem a pénz nem tudja megadni azt, amit csak te tudsz megadni. És lehet, hogy ezek a dolgok ott vannak az életemben, vagy az életedben, de hiányzik valami, az a plusz, az a valami, aki te vagy, Szent Szellem. Nekem te kell lesz. És szomjazom rád, és éhezem rád, Szent Szellem. És akkor mi fog történni, amikor ezt így kimondtad, elmondtad, és őszintén ez van a szívedben? Egyszer csak a mennyből elindul. Elindul a Szent Szellemnek a folyama. És jön, 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 jön. És rádárad. És egyszer csak ott van, és azt tapasztalod. Fú, más. Most más. Lement a gond, a teher, az agyamról, a gondolataimról, az elmémről, az érzéseimről. Lementek ezek a terhek. És teljesen szabad tudok lenni, hogy Isten dolgaival, tehát közelségbe legyek az Istenhez. Értitek? Csak várok, hogy hogy mondjátok az Úrnak, tehát hogy gyakorlatba ültessétek azt, amit most mondtam. Tehát, hogy ne csak tanítás legyen, hanem te is. Na? Na? Ha mondjad nyugodtan, ha itt vagy gyülekezetbe. Senki nem fog rád kiakadni, hogy itt azt mondod a Szent Szellemnek, hogy Szent Szellem, éhezlek, szomjazok rád. Nekem te kell lesz. Nekem szükségem van rád. Én nélküled nem is bírok élni. És talán még olyat is mondasz neki, hogy szeretlek, Szent Szellem. Ez a legjobb. Egy személy van veled, ezért imádkozott Jézus. Azt kérte az atyától, atyám, küldd el nekik a Szent Szellemet.
Erre mondja az atya, de még, fiam, még nem dicsőültél meg. Oké. Még nem haltál meg a bűneikért. Még van egy válaszfal közöttük és én közöttem. És akkor mondja a fiú, oké, akkor elmegyek és meghalok értük. És ahogy föltámadt, az első dolga Jézusnak ez volt, emberek. Ezt tudod, hogy mit jelent? Hogy ennyire akarta a Szent Szellem, hogy lejöjjön az életünkbe, hogy velünk lakozzon. Hogy az Isten bennünk lakik. Az Isten benned lakik. A napoknak a problémái, nehézségei, tudom, hogy nehezek, tudom, hogy alig kibírhatóak, de ha erre figyelsz, akkor elhal a mag. Nem tud gyümölcsöt teremni a mag. Tudjátok, Jézus, ami példabeszédet mondott a magvetőnek a példázatában, azt mondja, hogy kimegy vetni, befogadják, de a problémák miatt nem tud gyümölcsöt hozni. Ne azokkal a dolgokkal foglalkozzál, hanem Istennek a dolgaival. És ezek mind megadatnak nekted, azt mondja a Szent Jézus. Mind megadatnak. Nincs, miért szerinted vissza akarná fogni Isten ezeket a dolgokat tőled? Hát ha a fiát, a legdrágábbját odaadta, érted, szerinted vissza akarja fogni az egészséget? Vissza akarja fogni a megélhetést? Vissza akarja tartani a pénzt? Vissza akarja tartani a jó dolgokat? Dehogy is akarja visszatartani. Hát a legdrágábbját adta oda, érted? Akkor a többit nem fogja visszatartani. De a legdrágábbnak az odaadása, azt tudod, hogy mit jelentett? Hogy ő a Szent Szellemet is oda akart adni neked. És ezért arra buzdítalak téged, hogy a Szent Szellemmel éljél egy élő közösséget. Ő van itt most veled, ő ismer téged, ő belülről tudja, mi játszódik le benned. A különböző helyzetekben. Ő ott van. Minden tud rólad. Amiket titokban csinálsz, azt is tudja, mert ott van. Tehát nem tudod azt csinálni, hogy most titokban akarok valamit csinálni, belenyúlsz valahogy a mélybe, és na, itt van Szent Szellem, addig itt hagylak téged, és akkor elmegyek titokba megcsinálni. Nem, nem lehet szétválasztani tőled, veled marad mindörökké. Ezért van az, hogy vannak olyan keresztények, akik lecsúsznak, leesnek, mint Eutikus a harmadik emeletről, és azt hiszik, hogy meg van oldva, hogy nyugodtan tudnak feküdni a földön. De mert hogy bennük van a Szent Szellem, ezért nem hagy nekik nyugtot a Szent Szellem. És vannak őszinteik, mondják is az Úrnak, Uram, hagyjál most már engem el, látod, én ilyen ember vagyok. Látod, hogy nem tudok. És azt mondja, hogy figyelj már, össze vagyunk kötve. Jézus kérte az atyát, hogy veled maradjak mindörökké. Itt vagyok veled. De hát, Szent Szellem, akkor te láttad azt is? Meg tudsz bocsájtani? Újra kezdhetjük? És megkérdezed a Szent Szellemet, miért Szent Szellem? És rámutat Jézusra.
De még mindig közbe jár, érted? És ha ő nem hagyta abba a közbenjárást, érted? Akkor én nem tiplizek le tőled. Nem lépek le az életedből. Hanem akkor haladunk. Azt mondja, veletek marad mindörökké, ezt mondta Jézus. És utána a 17. verszak, mert igazából erről szeretnék beszélni, az igazságnak ama szellemét, tehát ez a valóságnak a szelleme, akit a világ be nem fogadhat. Figyelj, miről van szó? Nem a világ. Tehát nem a világ fogadja be a Szent Szellemet, hanem mi, hívők, Jézus Krisztus követői fogadjuk be a Szent Szellemet. Be nem fogadhat. Tehát itt a bennünk való lakozásról van szó. Tehát innen látszik, hogy ez az újjászületéssel áll kapcsolatban, mert a világ nem fogadja őt be, de mi befogadjuk. És azt mondja, mert nem látja őt, és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt. Tehát mi ismerjük őt. Van bennünk hasonló, mert hiszen a mag, az Istenek a magja, az Isten igéje, ami bejött a szívünkbe az evangélium által, az közö, tehát az ugyanaz a szellem. Tehát az ugyanaz a Szent Szellem, aki bizonyságot tett az evangélium igazságáról, Jézus Krisztus föltámadásáról. És az ugyanaz a szellem, és ezért ismerjük őt. Tehát van egy ismeret, ez nem egy ilyen elmebeli ismeret, hanem egy szellemből való ismeret. És nézd meg utána is, mit mond. Mert nálatok lakik. Miért ismerjük őt? Mert nálunk lakik. Ez a megdöbbentő. Nálunk lakik. Amikor megtértünk, újjászülettünk, és betöltek ezt, tehát hogy ez még nem az, amikor a nyelveken szólás, hanem bennünk lakik a Szent Szellem. És nekem volt olyan, hogy például megtértem, még nem töltekeztem be Szent Szellemmel, és belekerültem egy helyzetbe, mert ugye még nem szakítottam el teljesen magamat el a világnak a sötétségétől, a cselekedeteitől, és belekerültem egy helyzetbe, ott voltak mások is, és belül éreztem azt, hogy ez nem jó, amit csinálok. Pedig senki nem mondta nekem, hogy az rossz, sőt, én magam érzelmeim, gondolataim alapján azt mondtam, hogy jó, és mégis belül valami, igazából a Szent Szellem, bizonyságot tett arról, hogy ez nem jó. És belül ott volt bennem, ez nem jó. De az agyam azt mondta, jó. Az érzéseim azt mondták, jó. A környezet is azt mondja, hogy ez jó. De belül az volt mégis, hogy nem jó. Most kérdezem tőled, bennem volt a Szent Szellem, vagy nem? Pedig még nem töltekeztem be, tehát a Szent Szellem keresztség nem volt az életemben. De mégis bennem volt a Szent Szellem. Tehát, mert ez látszik, hogy ez kétfajta megtapasztalás, hogy vettem a maggal, bejött a Szent Szellem az életembe. És akkor lehet, hogy ideologizálni lehet dolgokat, de belül az ember tudni fogja, ez nem jó. És jól teszed, hogyha figyelsz erre, mert tisztul a lelki ismereted. És nekem is megdöbbentő volt, hogy jé, ez nem jó. És magam is csodál, de miért nem jó? Tehát nem értem, hogy miért érzem rosszul magam. És ebből látszik, hogy ott van a Szent Szellem az ember életében. És ugyanez van neked is, hogy ott van a Szent Szellem az életedben. És figyelj a Szent Szellemre. Ismerd őt meg, mert ott lakik benned. És fel kell ismernünk őt. És azt mondja utána, fiúság szellemével hadd mondjak, mert ugye aki bennünk van,
Ugye itt a János 14, ugye más vigasztalót ad nektek, Galatta 4-nél van a fiúság szelleme, mert ő a fiúság szelleme is. Azt mondja Galatta 4-4-nél, oda fogtok figyelni, hogy telve legyetek Szent Szellemmel? De ez nem, tehát ne értsetek félre, tehát ez nem olyan, hogy most idejövünk a gyülekezetbe, az is lehet, idejövünk és betöltekezünk. De ez olyan, hogy te otthon is érzékeled, autóba ülsz, érzékeled, lejjebb ment a szint. Gyere, Szent Szellem! Vagy dolgozol, miközben dolgozol, érzed, hogy nem akkora a szint benned. És mondod a Szent Szellemnek, Szent Szellem, gyere! Töltsd be, hogy teljesen töltve legyek. Be legyek töltve. Galatta 4:4-től. Mikor pedig eljött az időnek a teljessége, kibocsájtotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Tehát a megváltásnak, az üdvösségnek mi a lényege? Hogy a fiúságot elnyerjük. És azt mondja, hogy és mivel, hogy fiak vagytok, tehát újjászülettünk, Istentől születtünk, víztől és szellemtől, mit mond? Kibocsájtotta Isten az ő fiának a szellemét a ti szíveitekbe, aki ezt kiáltja, abba, atya. Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, Istennek az örököse, Krisztus által. Nézd meg! Tehát azt mondja itt az ige, hogy kibocsájtotta Isten a fiúnak a szellemét a ti szíveitekbe. Tehát belénk, a szívünkbe kibocsájtotta Isten. Mit mondott Jézus, amit az előbb néztünk? Kérem az atyát, hogy adjon nektek más vigasztalót. Mit olvasol itt? Kibocsájtotta Isten az ő fiának a szellemét a ti szíveitekbe. Tehát meghallgatta Isten, az atya meghallgatta a fiúnak a kérését, és kibocsájtotta a Szent Szellemet, és a vigasztaló eljött a mi életünkbe is. És a szívünkbe lakozást vett. Látod, van a megváltás, az üdvösség, és utána van a szellemben való járás, és a szellemi élet. Tehát nem elég megmaradni abban, hogy üdvösséget kaptam. De jó, dicsőség az Úrnak. Óriási dolog, nagy dolog. De utána viszont valamiért lettél megváltva, valamiért kaptál üdvösséget. Mi volt a célja? Hogy a fiának a szelleme be tudjon jönni az életedbe. Különben nem tudott volna eljönni a Szent Szellem. Tehát innentől kezdve nekünk oda kell figyelnünk arra, hogy kit kaptunk az életünkbe. Ki jött be az életünkbe. Mit akar. Tehát mi ne úgy, valahol olvastam, vagy hallottam, hogy most nem tudom, hogy hirtelen, ugye, hogy sok keresztény a Bibliában egy ilyen térképet lát. Tehát most így átvitt értelembe, hogy térképolvasó. Miközben ott van az idegenvezető veled. Derek Prince mondja. Tehát érted, sok keresztény azt mondja, olvasom az igét, majd én kihámozom belőle, hogy kerülök a mennybe. De ott van az a személy az életedbe, aki lejött a mennyből, hogy fölvigyen a mennybe. Gondold el, lejött a mennyből azért, hogy föl tudjon vinni téged. Ő a garancia. Jézus már fönn van a mennyben. A Szent Szellem van itt. Ő a garancia arra, hogy fel tudsz menni, tehát felvisz a mennybe. Ő ilyen módon idegenvezető, mert idegenbe vagyunk. És ő tudja megmutatni, hogy milyen helyzetekben vagyunk benne, és azon keresztül vezetni tud. Ezért hallgassunk a Szent Szellemnek a szavára. Ma, amikor az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket, azért, mert ma van a szabadulásnak a napja. Ma van az életedben
azokból a dolgokból, problémákból, Isten szelleme tud téged ebből kihozni. Isten szelleme tud bevinni téged az ígéret földjébe. A felhőt kellett követniük, a láthatatlan Istent, aki ott lakott a felhőben, a Krisztust, aki a felhőben lakott Izrael férjének az esetében, amikor a pusztán mentek át. Rá kellett figyelni, őt kellett követni, pedig ott volt nekik a törvény a ládákba, a fridládába. Mégse, amikor mentek át a pusztába, mégse azt vették el, hogy most akkor hogy menjünk? Hanem a tűz oszlopban levő fiút, a Krisztust követték, a felhőben levő Krisztust követték, ahogy az a felhő ment, úgy kellett nekik is menni. Nem a saját eszük szerint kellett, hanem ahogy a felhő ment. Amikor elindult, akkor kellett elindulni nekik is. És ha megállt, akkor nekik is meg kellett állni, pedig lehet, hogy az lett volna bennük, hogy akkor menjünk tovább. De nem, a felhő megállt. Nekünk is itt kell megállnunk. És lehet, hogy az történt, hogy kipakoltak, és a felhő elkezdett tovább menni. Gondoljátok el, mert ilyen is volt. Nem biztos, hogy napokig, hetekig megállt. Hát, hogy csak megállt, kipróbálni őket. És megállt, kipakoltak, és elindul. Most mi? Hát, igen, akkor menni kell. Hát az idegenvezető megy. Akkor nem maradok le. Hát ugye ezt Izraelben a legkönnyebb megtanulni. Pláne arab lakta, tehát amikor olyan helyekre, mert jobb, ha indulok, a busz megy. Megyek én is. Tehát ugyanígy van a Szent Szemnek a vezetése is. Hogy akkor meg kell állni. Oké, megállunk. Indulni kell. Megyünk. Tehát nem az én eszem szerint, hanem ahogy ő tudja, hogy csinálja. És van, hogy mi nem tudjuk, hogy miért van arra szükség, hogy mondjuk két napot várni. Pedig az Úrtól van az. De mégis lehet, hogy várni kell. És nem azért kell várni, mert nem az Úrtól lenne az a dolog, hanem az Isten tudja az egész hátterét az egésznek, hogy hogy megy, és ő látja, hogy összekapcsolódnak a dolgok, és ő tudja, hogy még két napig várni kell. És azt mondja, hogy most ne. De lehet, hogy nem mondja meg, hogy két nap. Csak annyit mond neked, most ne. De akkor mikor? És lehet, hogy ott vagy a cél előtt, és Isten is tudja, hogy ott vagy. És várni kell egy kicsit. De nem mondja meg, hogy mennyit és miért. Ez a bizalom. Mert ha mindent meg kéne magyarázni, akkor az értelmeddel felfogod. De abban nincs bizalom, hanem logikusság van, és te is átgondolod, hogy aha, ez használ nekem, ezért bízok. De gondold el, amikor nem látsz ebből semmit, csak a bizalmadat kéri Isten. És csak hidd el. De nem magyarázza meg. Na, az a kemény. Nem kapsz magyarázatot. És úgy kell megcsinálnod, hogy nincs magyarázat. Az nagy áldásokhoz tud vezetni. Tehát ne várj, ugyanúgy, ahogy Jézus mondta azt is, a hívők betegekre vetik a kezüket, és meggyógyulnak. Nem mondta meg, hogy mikor. Itt tehát nézi az embert, hogy meggyógyul, és akkor az ember úgy áll hozzá, hát nem gyógyultam meg. Na látod, pedig Jézus azt mondta, meggyógyulnak. Tehát a bizalom az ő szavába akkor nem olyan. Az biztos, hogy meggyógyulsz. Ezt mondta az ige, és kész. Innentől kezdve nem kell megmagyarázni, nem kell hozzáfűzni, nem azt mondta Jézus, hogy majd, hogy mikor, nem, semmi ilyesmi. Neked addig, ha ilyen van, megkaptad a kézrátételt, a gyógyulást, meggyógyulsz. Adjál hálát. Adjál azért hálát. Ahogy Ábrahám. Reménység ellenére reménykedve hitte. Semmi nem látszódott. A látható azt mutatta, se a feleségénél nem működnek a dolgok, se nála nem működnek a dolgok.
de megkapta az ígéretet. Azt tudta, hogy rendelkezik az ígérettel. Na, amikor ez megvan, eljutsz ide, hogy van ígéreted, eljutsz oda, hogy a tiédé az az ígéret, neked oda, mert ez alap a hittel kapcsolatban, hogy ez meglegyen az ígéret, ott van, benned van, megvan, megragadtad, az a tied. Amikor ez megvan, utána ne arra nézzél, hogy semmi nem ezt mutatja. Hanem ha elkezdél hálát adni Istennek, Uram, dicsérlek, magasztallak, megvan, tudom, hogy megvan, dicsőség az Úrnak, megvan, ezt te odaadtad. Jó az Úr, megvan, Uram, és megmondod neki, Uram, most már nekem mindegy, hogy mikor lesz láthatólag az, de most már megvan, én már rendelkezek azzal. És tudsz hálát adni, felszabadul az embernek a szíve, felemelkedik az embernek a szíve, nem lenyomódik. Tehát a reménységet, tehát így tudod fönntartani. Így lehet, a hála adással lehet a reménységet és a hitet fönntartani. Hogy amit Isten adott, ezt rájött erre Ábrahám, ezért tudott hálát adni Istennek. Mert tudta, hogy ez konzerválja a reménységet. És holnap után is reménységbe leszek, azután is reménységbe leszek, azután is jót fogok várni. Miért? Azért, mert a reménységem nem szégyenít meg. És figyelj, miért nem szégyenít meg a reménységem? Mit mond a Róma 5? Mert az Istennek a szelleme kitöltetett az én szívembe. Ezért nem szégyen, mert itt a szívemben ott van a Szent Szellem, és emiatt a reménységem nem fog megszégyeníteni. De ki ez? Ez a fiúnak a szelleme jött a szívembe. A fiúnak a szellemét töltötte ki. Minél több benned ilyen módon a Szent Szellem, ne érts félre, tudom, hogy egy Szent Szellem van, és így, hogy több, ezért nagyon nehéz erről beszélni, hogy nagyobb jelenléttel lenni több belőle, mert igazából ezzel se fejezzük ki, mert ez olyan, mint hogyha lenne kis Szent Szellem, meg nagy Szent Szellem, meg ilyen. De nem így van, hanem valamilyen módon, tehát ahogy bennünk van, tehát valahogy, ahogy ebben a világban mozgunk, egy ellenséges közegben, ez valahogy úgy kell elképzelni, mint egy űrhajó, vagy valami, ami jön le a föld légterébe, és az atmoszférában olyan apró pöszök vannak, meg porok, meg ilyenek, hogy amikor jön be egy meteorit, vagy egy rakéta, vagy egy kabin, vagy valami, az a lényeg, hogy ahogy bejön a légtérbe, és halad a légtérbe, ez a surlódástól elkezdi lekoptatni a surlódás a külső felszínt. Na, ilyesmit kell elképzelni, hogy ahogy járunk a Szent Szellembe, bennünk van a Szent Szellem, és járunk ebben a világban, ami ellenséges közeg, koptatja benne, de ez nem, tehát a Szent Szellemet nem lehet elkoptatni, de nem tudom másképp így megfogalmazni, de valahogy a jelenlétben változás áll be. És ezt viszont egyértelműen kimutatható a Bibliából, az apostolok cselekedeteiből is, és Pál apostolnak a leveleiből is, hogy mindig szükségünk van egy betöltekezésre, egy újra töltekezésre, hogy újra belegyünk teljesedve. És igazából ezek a kifejezések a görögben mindig azt jelentik, hogy tele lenni, telve lenni. Tehát mindig, amikor fogy a szint, megint telve lenni. Megint, és mondom, erre nagyon figyeltek az első század keresztényei, az őskeresztények, az ősegyház, hogy mindig tele legyen, mindig tele legyen, mindig tele legyen, mindig tele legyen. És gondold el, ha tele vagyunk, tehát gondold el, hogy például gyógyulások, nem is történtek betegségek, mert elevenítette meg a fizikai tagjaikat a Szent Szellem a Róma 8 alapján, hogy a halandó testünket eleveníti Krisztusnak a szelleme, aki bennünk lakik, és felhozta Jézust a halálból, és eleveníti a testünket. Meg se betegszünk. Például, ha mindig tele vagyunk Szent Szellemmel, meg se betegszünk, hallod? Meg se betegszünk.
aki meg megbetegedett, ott meg a benne levő szellem, aki, hát gondold el, Jézus Krisztusnak a teste halott volt, holt test volt. Nem működött. Megállt minden. És gondold el, a Szent Szellem rászállt erre a halott testre, és nem kezdett el rothadni. Nem kezdett el bomlani. És talán nem úgy nem kezdett el bomlani, hanem újra életre kelt, és újra elindult a szívdobogása, a vérkeringése. És úgy, hogy nem lett az agykárosodása Jézusnak. Nem kapott a oxigént. Hát ugyanez volt Lázárral se. Gondold el, 4 napja volt halott Lázárnak a teste. Oxigén nem kapott az agya. Rászállt a Szent Szellem. És nem károsodott az agya. 4 napi halál után se. Sőt, ugye onnan lehet tudni, hogy Lázárnál bomlott is, mert azt mondta, hogy szaga van. Gondold el, a kő, hogy hívják, lehetett, átjött a szaga, átjött. Bomlott, már az agya is bomlott. Erre azt mondja Jézus, ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Erre mi történt? Rászállt a holt testre, a bomló holt testre Isten dicsősége. És elkezdte visszacsinálni a folyamatokat. Az alapanyagok, az elemi részecskék a bomlásuknak egyszer csak visszafele kezdett működni. És gondolod, amikor kijött Lázár, Lázár, jöjj ki! Az meg mondja, kiugrált. Hát meg körbe volt kötve. Hát szerinted nem így jött ki, mert be volt kötve. Tehát nem külön-külön bugyolálták be a lábait. Be volt bugyolálva egybe. És azt a jelenetet gondolom, amikor ugrált kifele Lázár, és be volt kötve. Tehát minden rajta volt. Mondja a tanítványoknak Jézus, menjetek oda, bontsátok ki a kötetet a köteleiből, a kötéseket, vegyétek le róla. Levették, ott állt. Tehát teljes. Nem bomlott, nem volt fehér a húsa, nem volt tudod, ilyen szürke színű, nem volt büdös. Meggyógyult. Rászállt Istennek a kenete szelleme. És ez a szellem van benned. Ez a szellem lakik. Ez a szellem vett lakozást benned. Ez a Szent Szellem. Ott van most benned. Ez a szellem eleveníti most a tagjaidat. Ez a szellem erősíti most a tagjaidat. A betegség az rögtön úgy van, hogy nem tudok itt maradni. Hát ez a sátán kiküldött, hogy tönkre vágjam a testét. De nem tudok itt maradni. Az átok szelleme is ugyanígy. Mentem már apáról fiúra, anyáról lányra. Semmi bajunk nem volt. Senki nem zaklatott minket. Senki nem szólt közbe. És most egyszer csak itt van, ebben a testben a Szent Szellem. És ráadásul nem csak itt van, passzívan, hanem ez az ember elkezd hinni, és elkezd mozogni benne a Szent Szellem. És ahogy mozog a Szent Szellem, átjárja a mozgása
a ruhákja, a szél, a lehellet elkezd átjárni. És az ember érzi a tagjaiba, másképp működök, másképp mozgatom magam. Szent Szellem, ugye a gyümölcsökben, tehát ott van, illetve azok a gyümölcsök, azok az ő jellemi, személyiség jegyei. De öröm van benne. És ott van a depresszió szelleme, a szomorúság, a búbánat, a kudarc, a vereség szelleme ott van az emberbe. És gondolj, ott van a Szent Szellem, elkezd mozogni. Az a szellem, aki győztes. Aki nem tudja, mit jelent az, hogy vereség. Ilyet ő soha nem tapasztalt meg. Gondold el, soha a Szent Szellem nem tapasztalt meg olyat, hogy vereség. Őnek egy győztes mentalitása van. Tehát a mentalitása. Ő tud olyat csinálni, amikor ott volt benne Sámsonba, és látta, hogy jön 1000 ember. És tudott olyat csinálni. Tudod, az emberi elme azt mondja, na most ez a vég. Ez a vég. Hát ilyet 1000 ember kizárt. Ilyet előtte se olvastam, hogy lett volna ilyen. Tehát mondhatta volna Sámson. És rászáll a Szent Szellem, és egy szamár állkapocssal 1000 embert lever. Ez a győztes Szent Szellem. Ez a győztes Szent Szellem van benned most is. Most is. Róma 8. 15-16. Mert nem kaptátok ismét a szolgaság szellemét a félelemre. Ne félj, ne aggodalmaskodjál, ne hitetlenkedjél, higgy! 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 Olyan korszakban vagyunk most benne, hogy a hit az, ami beindítja a dolgokat, ami beindítja Isten kezét, elkezd támogatni abban, a hitben, nem a félelembe, nem az aggodalmaskodásban, azt mondja, nem kaptátok ismét félelemre, hanem, azt mondja, hanem a fiúság szellemét kaptátok. Hallod? Már kaptad. Már kaptad a fiúság szellemét. És ő Isten. Innentől kezdve egész életedbe hálát adhatsz, és semmi mást nem adna Isten neked. De nincs jogod depressziózni, és semmi más se csinálni. Hát az ő fiát adta érted, hogy üdvözítsen, és megbocsássa a bűneidet. És az ő szellemét kaptad, aki ott van most az életedbe. És bármikor szólhatsz hozzá, és megmondhatod, Szent Szellem, tedd meg, Szent Szellem, kérlek, itt vagy. Kérlek, ne passzívan nézd végig, hanem kezdj el cselekedni. Kezd el a te erőddel, a te hatalmaddal a munkát, és cselekedjél. Látod, ez a győztes mentalitásból kell, hogy nem fogsz kudarcot vallani. Nincs miért szégyenkezned, nem fogsz kudarcot vallani. Mert a győztes szellem van benned. A győztes szellem van benned. Nem fogsz kudarcot szenvedni.
És ez nem a félelemnek a szelleme. Tehát itt nem az lesz ettől, hogy jaj, összeszorul az embernek a gyomra, és félek. Félek. Azt mondja, nem a félelem szelleme ez. Hanem ez a győztes. Ez királyi kenet. Hogy te az atya házában vagy, a királyok királya. Gondold el, a Jézus jobbja mellett ülünk. Ez egy pozíció. Így kell látnunk magunkat. Lehet, hogy itt van egy polgári foglalkozásunk a földön. De én igazából Istennek a gyermeke vagyok. És fejedelem vagyok. A szellemvilágban ezt mindenki tudja. De a polgári foglalkozásom más. Tehát így kell gondolkoznunk az identitásunkba. De ez egy dolog, hogy tehát a tevékenységünk miatt vállalunk, tehát a földön foglalkozást, tehát tevékenykedünk a földön, mert ugye ez szabadítja föl Istennek az áldását, a tevékenység, hogy a földön tevékenykedünk. Most nem azt mondom, hogy 8 órában valaki elmegy, valakinek más a tevékenysége. Tehát a munka az nem lehet azt mondani, mint régen a szocializmusban, hogy aki fizikai munkát végez, az az igazi dolgozó, a többi az nem. Tehát Istennél az van, hogy foglalkozzál valamivel. És tevékenykedjél, és Isten megáldja a tevékenységedet, a foglalkozásodat. Tehát ez így működik. Ha nem tevékeny, nem tudod fölszabadít, tehát hogy láthatóvá váljon az az áldás. Mert valahogy ehhez kötötte Isten tevékenységhez, hogy az ember elkezd valamit tevékenykedni, hogy felszabaduljon az a dolog. Istennek az áldásai. Na mindegy, ebből azt akartam mondani, ráértek még egy kicsit? Elmondok 6 vagy 7 dolgot, de ilyen tőszavakba is talán befejezzük, mert ugye az Ezékiel 36 írja le a Szent Szellem munkáját, és azt jövő héten, tehát így ki tudjuk részletezni, de most csak egy röviden. Ezékiel 36, 24-től. És ezért jó egy várakozás, hogy az emberbe, tehát a tudatba, vagy a gondolkozásba le kell, hogy menjen az, hogy tehát a természet fölötti élet nélkül az nem kereszténység. Azt a világiak is tudnak ugyanúgy élni. Persze legyünk reálisak, de ha csak ugyanazok vagyunk, mint amit a világiak, tehát Krisztus nélkül is lehet élni, csak jobbak vagyunk, mert erkölcsösebbek vagyunk, persze legyünk erkölcsösebbek, de ha csak emiatt vagyunk keresztények, mert erkölcsösebbek vagyunk, mint a világiak, vagy a nem újjászületett emberek, vagy a nem hívők, ez nem az, amit Jézus hozott el a földre. Tehát Ezékiel 36, 24-től, és tényleg itt csak tőszavakban mondom el. És fölveszlek titeket a pogányok közül. És ugye ez itt Izraelre vonatkozik, és egyértelműen az elsődleges célja, a célcsoport, akinek szól ez a profécia, ez Izrael háza. De mi, ahogy mi is belekerültünk az ígéretekbe, ezért csurran cseppen nekünk is ezekből az áldásokból. És ugye itt azt mondja,
fölveszlek titeket a pogányok közül, és egybe gyűjtelek titeket minden tartományból, és beviszlek titeket a ti földetekre. Tehát ez a megtérés és a gyülekezetbe járás. Tehát, hogy egybe gyűjt bennünket Isten a pogányok közül, kihív onnan bennünket, összeszed minket, és együtt tiszteljük őt, és együtt, mint egy test, mint a gyülekezet, ugye nem külön-külön, partizán módon, hanem egybe, egy testként gyűjt egybe bennünket, és így, mint a Krisztus teste, egyébként nagyon érdekes volt tegnap, ugye Sándor pásztor mondta, hogy amikor elragadtatás fog történni, akkor nem külön-külön viszel bennünket, hanem a testet, a Krisztus testét ragadja el a Szent Szellem, tehát a test fog fölmenni. És ilyen módon ebből is látszik, hogy nagyon nagy szükség van az egyházra, sőt, ha azt nézzük, hogy az Eutikusnál, amikor leesett Eutikus, akkor éjfél felé járt az idő, ugye, de akkor már tanított akkor már Pálapostól sokat, de akkor ez azt látszik, hogy és egybe voltak gyűlve a hívők, és az is látszik, hogy utána, amikor felvitték Eutikust, ugye föltámadt, fölvitték, és azt mondja, hogy víradatig együtt beszélgettek. Tehát, hogy olyan, mint hogy ebben a történetben is egy olyan eszkatológiai jelentősége lenne, hogy az egyházban legyünk, amikor a legsötétebb órák vannak, amikor a sötétség átmegy a világosságba, akkor az egyházban maradjunk benne, és az egyházban legyünk, mert ez az a közösség, ami át tud vinni bennünket az éjfélen, a legnagyobb sötétségen, és Jézus Krisztussal való találkozásba fut bele az ember. Tehát ez egy nagyon lényeges dolog. Ugye ott is, ahogy Pál apostol odament, ugye szolgálati ajándék körül csoportosultak az emberek, és ott tudták ezt a sötétségen, ott úgy tudtak átmenni, és úgy tudott segítség is jönni annak, aki ebből leesett, hogy volt ott valaki, aki ajándék volt, és ki tudta hozni őt a halálból. Na mindegy, ezt csak mellékesen így jegyzem meg, mert arra, hogy összegyűjtlek titeket, fölveszlek, kihívlak titeket különböző helyekről, és összegyűjt bennünket Isten. Ennek értéke van, tehát ez egy érték. És ez az üdvösség, a megváltásnak, az megtapasztalása, üdvössége. És azt mondja utána, viszont egy következő munkája van Istennek, azt mondja, hintek rátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságotoktól, minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket. Miért volt erre szükség? Az meg kim voltak Izrael háza a nemzetek között, és átvettek, ugye, hogy például Egyiptomba, hogy ott töltöttek 400 évet, nekik az volt a problémájuk, hogy ők nem tehát fizikailag elhagyták Egyiptomot, de szellemileg nem hagyták el. És tudjátok, ez mindig probléma volt, több évszázaddal az Exodus után is ez probléma volt, mert mindig vissza akartak menni Egyiptomba. És tudjátok, mit vettem észre például? Most csak egy dolgot, nem ide tartozik, de egy dolog, hogy amikor Roboám, ugye Jeroboám föllépett Roboám ellen, nem érdekes az, hogy Jeroboám Egyiptomba menekült Salamon előtt, és ott élt Egyiptomba, és amikor visszajött Egyiptomból, és Isten nekiadta az Izrael királyságát, mert az teljesen Istentől volt, tehát ő nem lázadt, hanem Isten adta neki oda, és utána bevezette a bálványimádást. Egyiptomból jött ki. Tehát nézzétek meg, hogy milyen hatásai vannak a gondolkozásmódra, a hitre, a hitgyakorlásra, tehát, hogy ezek a, tehát hogy az embernek ebből akar letisztítani Isten. Tehát ezt a munkáját végző, amikor összegyűjt bennünket, akkor tudja, hogy belénk ragadt még egy csomó minden. Familiális dolgok, nemzeti dolgok, társadalomba, hogy mik, tehát érted, ezek mind-mind ragasztottak hozzánk egy csomó mindent, és ebből le akar tisztítani
ugye erről is beszél, hogy ezért tisztítja meg őket, mert magukkal hoznak, hiába gyűjti őket össze, de pluszba szellemi terheket is magukkal hoznak, amiből le akarja őket tisztítani Isten is. Például ez is a Szent Szellemnek a munkája, bennünk levő munkája, hogy letisztítja. Következő verszak. Adok nektek új szívet, új lelket adok belétek, tehát szellemet, elveszem a kőszívet testetekből, és adok nektek új szívet. Tehát itt meg utána természet cseréről van szó. Tehát, hogy a megtérésünk után még nagyon sok mindent akar Isten velünk tenni. Ugye látod itt a szív, a szellem, itt arról beszél, hogy a természetünkben akarja a változást Isten elindítani, és ugye látod, hogy előtte megtérünk, kijövünk a nemzetek közül, népbe gyűlünk össze, tehát Istennek a népe közé, utána tisztít bennünket abból, amiből jövünk, és ott mondja, új természetet is akar nekünk adni. Most csak tőszavakban mondom el, jövő héten ki elemezzük. Következő. És az én szellememet adom belétek. Nem erről beszélünk, hogy belénk. Tehát, hogy bennünk van a Szent Szellem, azt mondja, belétek adom az én szellememet, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek. Tehát a szellemben való járásról van itt szó, hogy a Szent Szellem bejön az életünkbe, bennünk van, és képzétek el, hogy így tudjuk betölteni a törvénynek az igazságát. Így tudjuk betölteni a szellem által. Gondold el, hogy az, hogy a Szent Szellem bejön az életünkbe, és mondjuk nem lopsz, ezzel betöltöd a törvényt. Úgy, úgy töltöd be a törvényt, hogy igazából a bensődben a szellem, a Istennek a szelleme arra ösztökél, azt cselekszi, hogy az ember ne akarjon lopni. Még ha benne is volt ez a kívánság, vagy paráznosság, vagy bármilyen, a lelki ismereten keresztül, tudjátok, az a legdurvább. Amikor a lelki ismeret olyan tiszta, és olyan jól össze vannak hangolva a Szent Szellemmel, hogy elront valamit az ember, és a Szent Szellem belül, vagy az embernek a szelleme, a lelki ismerete elkezdi noszogatni az embert. Annak nem lehet ellenállni. Az a legjobb. Tehát az olyan ösztönző. Az hiába menne oda valaki mondani valamit, mert azt ugye ideologizálni lehet. De amikor belül a lelki ismeret mond valamit, akkor az addig nem hagy békén. És ez a legjobb. Ez mondom, nekem volt gyerekkoromban olyan élményem, ez ilyen megtapasztalás a lelki ismerettel, tehát nyilván nem volt még benne a Szent Szellem, de olyan szabadságra tudja kihozni az embert. Jobb, tehát tud. És ugye ezért merítkeztünk be vízbe is, hogy a lelki ismeretünk megtisztuljon, mert arra is ragadt egy csomó minden. Csak ugye kisgyerekként kaptam egy kölcsön egy biciklit rokonoktól, és tönkrement a lánc. Ugye én meg gyerekfejjel nem tudom, hogy ez hogy működik, hogy lánc hogy van, meg mi. Én csak annyit tudtam, hogy tönkre vágtam a biciklit. És tiszta lelkiismeret fordulásom. Ugye, mert először az volt, hogy tönkretettem. Ők odaadták, jók voltak hozzám, odaadták a biciklit. Én meg tönkretettem. Mert én azt hittem, hogy attól egy láncszem elment. Tehát érted, nem tudtam, hogy ez hogy működik, csak használtam a biciklit. És ott csak ki kell cserélni, tehát azt a láncszemet. Fú, mondom, teljesen ki voltam borulva. Jót tettek velem, én meg így, ilyen történik, tönkretettem nekik ezt. Fú, de rossz. Teljesen, azt hiszem, sírtam is, minden volt. És akkor mondom ezt meg kell nekik mondani. Fú, de ciki, de el kell mondani, hogy tönkretettem a biciklit. És akkor találkoztam azzal a rokonaimmal, és akkor mondtam, hogy tudod, így kifakad belőle, már alig vártam, hogy ne maradjon ez titokba, hanem ugye mert addig egy súlyt ér ez az ember belül. Ez nagyon jó, amikor a lelki ismeret így működik. Inkább az akkor tiszta, tehát és ide lehet visszamenni, tehát amikor így tisztán működik, és jó ilyet megtapasztalni gyerekkorban, hogy még nem nyomja el az ember különböző dolgokkal, mások is így csinálják, meg ki tudja ilyen dolgokkal, nem nyomja el, hanem őszintén tud működni a lelki ismerete.
És akkor elmondtam ezt, és hogy kifakadtam, éreztem, hogy könnyű vagyok. Nem tudtam, hogy ugye, olyan, mint egy bűnvallás lett volna, hogy világosságra jött, és éreztem, hogy megszabadulok annak a terhétől. És ahogy megszabadultam, és mondták, hogy ezzel nem kell bánkodnom, tehát van egy csomó ilyen lánctól, csak ezt vissza kell pattintani, és kész is. És mondta, ja, csak ez így működik. Tudod, én meg már teljesen magam alatt voltam, hogy tönkretettem egy biciklit. És de látod, hogy tisztítani akar a szellemben való járás, az is jelenti, hogy lelki ismeretesek tudunk lenni. Hogy a lelki ismeretünk szól. Hogy nem kell az, hogy az ige megnyessen, vagy az igéből, tehát hogy az ember odáig jut el, hogy addig nem hallgat már senkinek, se a lelki ismeretére, se más emberekre, hogy az igének ez a fenyítő eszköze, botja, tudod, ahogy mondja a Zsoltárokban is, hogy kimenjen. Jobb az, hogyha a lelki ismeret. Tehát, és az is jó, amikor beszélget emberekkel, és akkor elmond valamit az ember, és akkor érzi az ember, ez volt a lelki ismeretemben is. Tehát ez már érdemes odafigyelni erre, mert a lelki ismeretem is ezt már jelezte. És jó, hogy az ember is megerősítette ezt. Tehát ez Istennek a munkája, ez a Szent Szellemnek a munkája, amikor így van. Na mindegy, következő. 28. Laktok azon a földön, amelyet adtam atyáitoknak, és lesztek nekem népem, és én leszek nektek istenetek. Tehát itt az örökségnek az elfoglalása. Ez is a Szent Szellem munkája. De erről is majd beszélünk. Következő. És megtartalak titeket minden tisztátalanságotoktól, és előhívom a gabonát, és megsokasítom azt, és nem adok rátok éhséget. Hát ez óriási ez az igen, mert ugye ez az, amikor egy olyan, tehát a szellemben vagy, ezt tudod, hogy ezt úgy lehet megtapasztalni, hogy be vagy töltve Szent Szellemmel, árad ki a Szent Szellem, és nem érzel affinitást a bűnre. Érted? Tehát itt nem arról van szó, hogy küzdesz a kísértésbe. Nincs kísértés. Van ilyen, hogy nincs kísértés. Ezt körülbelül úgy tudnám neked elmondani, hogy például, ha te nem olyan mondjuk, ha nem loptál, akkor neked nem kísértés az, hogy lopjál. Érted? Tehát, hogyha egy olyan helyzetbe kerülsz, hogy na most azt vidd el, akkor nem fogod elvinni, mert nincs, tehát ez nem kísértés. Nem is beszélhetünk ilyenkor kísértésről, mert nem is tud megkísérteni az a helyzet. De van, aki ugyanabban a helyzetben, ha ilyen háttérből jött, akkor ebben a helyzetben igenis nagy tehát harc zajlik benne, hogy most elvigye, vagy ne vigye el azt a dolgot. Érted? És mindenkinél más és más. De figyelj, van olyan, amikor tele van az ember Szent Szelleme, bugyog ki belőle a Szent Szellem, tehát ilyen módon, körbeveszi az atmoszféráját, és itt erről beszél, hogy megtartalak titeket minden tisztátalanságotoktól, hogy nem is esik kísértésbe, nem is érzékeli a kísértést. Ez is például a Szent Szellemnek egy munkája. Isten, ugye előhívom a gabonát, hogy egyszer csak, amikor ilyen módon, de mert nézd meg, hogy ezek egymásra vannak építve. Nézd meg, bennünk van a Szent Szellem, egyszer csak hívja Isten elő a gabonát. És azt mondja, benne van a szellemem, tele van az én szellememmel. Gabona, menj oda. Áldás, itt vagy most a mennybe. De neked parancsolom, áldás, hogy vedd üldözőbe azt az embert ott. Sőt, szerintem azért még ennél több is van, mert az áldások olyan intelligensek, hogy a mennybe, tehát a mennyből érzékelik, hogy kik vannak tele Szent Szellemmel. És egy vonzás indul el, mint egy mágnes, ahogy vonza a vas reszelékeket. Ugyanígy, amikor tele vagy Szent Szellemmel, és bugyog ki belőled, mert ez már egy következő jelenlét, amikor megtart az ember a bűntől, tehát amikor körbe is veszi
a Szent Szellemnek ez a jelenléte. De ezt nem kell érzék, tehát ez nem úgy van, hogy jaj, így érzem, úgy érzem. Tehát, de körbe is veszi ez a szellemvilágba, tehát így mutatkozik meg. És nézzük, hogy mit csinál. Abban a pillanatban ez egy olyan vonzás gyakorol az áldásokra, hogy elkezdenek puff, jönni, és te csak mész. És mész, és jönnek az áldások utánad. És kanyarodsz, és kanyarodnak utánad. És azt mondja, el nem hagylak tőled, el nem maradok tőled, hanem utolérlek. És Isten ezt akarja, hogy az áldásokat vonzad. Ne te vonzódj az áldásokhoz, tehát úgy értve, hogy nem neked kell futnod az áldások után, hanem te vonzod az áldásokat, és az áldások futnak utánad. Várjál már meg, várjál! Itt vagyok! Te is itt vagy, jó? Akkor gyere, ha már itt vagy. Mész tovább, megint, és ez csak jelentkeznek az áldások, hogy itt vagyunk mi is, jöttünk a pénztárcádba, bankszámládra jöttünk. Na jó, gyertek. De hát itt ezt mondja, előhívom, és megsokasítom. Tehát nem csak elégedettségben fogsz élni, hanem bővölködésben fogsz élni. És elmondok neked még valamit, hogy utána jön a gazdagság. Mert Istennek programja van ezen a területen is az életedben. Ő nem csak azt akar, hogy elégedett legyél, ugye, mert az elégedettség az azt jelenti, hogy egy olyan anyagi szinten van az ember, hogy amire a kiadásai vannak, szüksége van, kiadásai vannak, annyira épp elég, de nem jön létre több belőle, tehát nem marad több, hanem elég az. És a következő szint az a bővölködés, az azt jelenti, és Isten abba is be akar vinni. Mert Isten azt fogja mondani, hálát tudsz adni elégedettségben, Isten tovább visz a bővölködésbe. És azt mondja Isten, oké, vigyük be a következő szintre. Hogy már ne csak éppen elég legyen a szükségeire az, ami bejön, hanem még tudjon maradni neki. Ez is egy áldás szint, ez a következő áldás szint. És gondolod el, van olyan, utána, amikor ebben is hálás tudsz lenni, és nem az van, hogy a reklámok, meg minden, tudod, újabb vágyakat, a telhetetlenség, tehát, mert ez a telhetetlenség meg tudja akadályozni az embert ebben az előrehaladásban. És a következő szint az, amikor a bővölködésből, tehát az, hogy még marad is, érted? Tehát az a bővölködés, hogy még marad is. És tudsz még pluszba a szükségéden felül tudsz még költeni, amire szeretnél. Most gondolod, de ez a szint után van a gazdagság. Tehát amikor nem csak úgy költesz még, amire szeretnél, hanem ha költenél folyamatosan, persze most nyilván kinek mi, vagy hogy, de a gazdagság az, hogy ja, költesz, és még több lesz. Tehát a gazdagság az meg ennek a szintnek még följebb van, tehát az azt jelenti, hogyha mondjuk most nem dolgoznál, még tudnál élni 10-20 évet úgy, hogy nem is kéne dolgoznod. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem dolgozol, hanem nyilván tehát tevékenykedsz, de a gazdagság az ott kezdődik, hogy ha valami miatt mégse dolgoznál, akkor azt tudod mondani, hogy következő, nem tudom, 10 évbe, 15 évbe, 20 évbe, 30 évbe, 50 évbe. Nem kéne dolgozni. De persze, ugye, tehát ez nem a perszét, nem arra mondtam,
hogy ez nincs meg, nem lehet meg, hanem pontosan meg lehet. A perszét arra mondtam, hogy nem arról szól, hogy nem dolgozunk, hanem arról szól, hogy elkezdi az ember, mert akinek van, annak adatik. Tehát, hogy elkezdi befektetni, és megtalálja azokat a dolgokat, hogy ezt, mert tudjátok, a pénz is úgy van, hogy akinek van, annak adatik. Tehát, aki egy bizonyos szint után, a gazdagok még gazdagabbak tudnak lenni. És emberek, én szeretném még megtapasztalni azt ebben az életben, hogy keresztények is ott legyenek a top 100-as listában. Hogy látni azt, hogy újjászületett keresztények is ott vannak a HVG-nek a mellékletébe, vagy hol szoktak megjelenni ezek a listák, hogy maradandó vagyonok van. Miért csak olyan embereknek legyen 100 milliárdjuk, akik mondjuk nem keresztények? És itt ülhetnek olyan emberek, illetve állhatnak. Akiket ilyen megtörténhet. Ez meg tud történni. Mert magamat nem akartam a jóból kihagyni. Nézzük a következő igét, a 30. verszak. És megsokasítom a fa gyümölcsét, a mező termését, hogy többé ne viseljetek az éhségnek gyalázatát a pogányok között. Tehát Istennek ez a terve, ez az életprogramja a te veled kapcsolatban, hogy elküldi a szellemét, hogy ezek a dolgok létrejöjjenek az életedbe, az életünkbe, és ezért figyeljünk arra, hogy amikor nem olyan a szint, a Szent Szellemnek a szintje, vágyjuk, akarjuk, éhezzük, beszéljünk hozzá, szóljunk hozzá, mondjuk neki, mert ő ezért küldte a szellemét. De miért küldte? Azért, hogy bizonságot tegyünk Jézusról. És ezek, tehát amiket itt elmondtam, itt utána, ez már haba tortán, nem ez a lényeg, a Krisztus a lényeg. De ha ő ezt hozzá akarja még csapni ahhoz a tortához, tehát a Krisztushoz, akkor miért ne? Uram, itt vagyunk, itt vagyok, Uram, csapd hozzá akkor, ha te azt akarod. Nem állok ellent ennek, mert nem vagyok megfertőző olyan dogmákkal, tanításokkal, hogy a szegénység az jó. Ezért is jó néha ateista háttérből jönni. Ma az ember nincs megterhelve olyan tanításokkal, dogmákkal, hogy mi az etalon, vagy milyennek kell lenni a kereszténynek, szegénynek, akkor tudja dicsőíteni Istent, ha beteg, ez az ő keresztje. Meg ilyen, tudod, ez nincs megterhelve az ember ilyennel. És látod, azt mondja, hogy ha ezt hozzá tudja adni, és tudja az Úr, hogy ezekre szükségünk van, akkor azt mondja, hogy figyelj, keresd Isten uralmát, keresd az ő országát, keresd az ő igazságait, és ezek mind meg fognak adatni nektek. Mind megadatnak nektek. Köszönöm a figyelmeteket!